A Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtár március 16-án zárta be kapuit a koronavírus miatt a könyvbarátok előtt, azóta nem lehet kölcsönözni sem. A munkák azonban nem álltak meg, rengeteg háttérmunkát kell elvégezniük a könyvtár dolgozóinak. Az állomány ellenőrzés, selejtezés és a raktárak rendbetétele mellett egy komoly digitalizációs folyamat is zajlik. A Kelet-Magyarország lapszámait 1945-től 2017-ig digitalizáltuk, digitalizáljuk még folyamatosan, illetve az állami, a kárpátaljai állami levéltár gyűjtőkörünk szerinti anyagát is digitalizáljuk, ezeket folyamatosan töltjük fel a honlapunkra. Illetve ügyfélszolgálaton, hétköznapokon, telefonon tájékoztatást adunk az olvasóknak. A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét természetesen meghosszabbítottuk erre az időszakra, így késedelmi díjat senkinek nem számítunk fel. Lehetőség van az online adatbázisaink ingyenes használatára. Ezzel is segítik a tanulók és kutatók munkáját. A legkisebbeket sem felejtették el, őket különleges vetítés várja az online térben. A gyerekeknek, a kisebbeknek papírszínházas vetítést teszünk közzé YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon, Könyvtári Mesék címmel. Volt már a Csizmás Kandúr mese, papírszínházas mese, vagy a Méh Királynő. Továbbá online kiállításokat is szervezünk, mivel zárva van könyvtárunk, de beterveztünk ebbe az időszakban kiállításokat, felkértük a kiállítókat, hogyha tudja megosztani online formában. Így átküldték nekünk az anyagot, és ezt egy videó keretében megnézhetik az érdeklődők a honlapunkon. Emellett a digitális archívum népszerűsítésében, az online tartalmak megosztásában is segíthetnek azok, akik otthon maradnak a koronavírus idején. Egy felhívásban a könyvtár munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki érdekes vagy aktuális cikket, videót vagy hanganyagot talál az archívumban, egy rövid leírással küldjék el a könyvtárnak, hogy azt közzétehessék. A tervek szerint pedig néhány héten belül elindulhat egy könyvet házhoz szolgáltatás is.